Hamarosan itt a húsvét, hogyan készül a húsvétre a polgármester úr, illetve lesz-e a faluban bármilyen tojáskereső, stb. Gyerekeknek szóló húsvéti program? Saját magam még nem készülök, még egy kicsit korai, utolsó pillanatra szoktuk ezt hagyni. Már igazából nincsenek kisgyerekek, már lányom is ugye már elég nagy. Persze még azért a reggeli tojáskeresés belefér, de már nem kell olyan nagyon felkészülni. A faluban meg természetesen szeretnénk különböző programokat előkészíteni. Lesz tojásfestés, régi hagyomány, Irénke néni utáni emlék, tojás díszítések, úgyhogy mindenféleképpen készülünk. Nálunk nem szokott ez olyan óriási program lenni, de akinek lesz kedve, az biztos, hogy megtalálja, amit szeretne. Általában hagyományosan az ünnepre nagy takarításra is szoktak készülni a családok, de hát ezt megtérti egy önkormányzat is, nevezzük tavaszi nagy takarításnak. Hol takarítottak, mennyi szemetet szedtek össze, és kik vettek részt, mekkora volt az aktivitás? Hát az épületben szerencsére olyan hatalmas nagy takarítás nem kell, az irattárban már... Ebbe az épületben, önkormányzati épületben? Hát sem a műfáznál, tehát ugye az napra kész szerencsére. Az irattárban persze korábban ráfért egy nagy takarítás, és hát valóban a faluban egy szemétszedési akció volt 2 hete. Most egy kicsit próbáltunk hamarabb szemetet szedni, még el nem kezd sarjadni a zöld, mert nagyon sokat eltakar, és tavaly ebbe a hibába belefutottunk. Nagyon nagy volt az aktivitás, ezúton is köszönöm szépen a civil szervezetek és a minden magánszemélynek a részvételét, aki eljött. Igazából nagyon sok szemét gyűjt össze megint, amit majd a Teszed akció keretében fogunk, mert regisztrált az önkormányzat, elszállítatni. De szerintem folyamatosan évről évre látszik, hogy azért tisztul a település. Remélem, hogy ez másoknak is feltűnik. Nem úgy van ez, hogy minden szemétszedő mögött jön egy szemételdobó? Tehát, hogy ez ilyen visszatérő folyamat sajnos. Igazából a gyerekekkel kéne kezdeni a szemléletváltást, nem? Hogy ne is szemeteljenek. Hát mindenképpen ugye vannak ezek a szelektív hulladékgyűjtések, kupakgyűjtések, ugye kiránduláskor el szokták mondani, hogy vidd magaddal, tehát hogyha elhoztad, vidd is haza magaddal, ott dobd ki. Tehát természetesen a legegyszerűbb, hogyha a gyermekeket már arra neveljük, mert ők sokkal, ha ők szólnak rá a szülőkre, az sokkal hatékonyabb. Úgyhogy gyerekek is voltak, és ez nagyon örvendetes. Úgy tudom, hogy már a nyári programok előkészítésével foglalkoznak. Milyen programra vagy programokra lehet számítani? Hát a kétnapos Kultúrpince Zenei Fesztiválra készülünk, már ugye egyeztettünk a zenekarokkal, szervezzük a programokat, a dekoráción gondolkodunk, tehát folyamatos a készülődés. A boros poharakra most a hölgyek elkezdték felragasztani azokat a matricákat, hogy utána üvegfúval el lehessen készíteni. Futópályázatok vannak-e, vagy fejlesztések? Hát ezt a korábban említett 2 pályázat, amiről mondtam, hogy hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés. Itt a garázsépület helyére kerül ugye a házasságkötőterem és tárgyalóterem egyben, egy irattár és iroda. Még a sportpályán van egy pici papírmunka, és egy olyan 2 héten belül a közbeszerzést egyszerre fogjuk kiírni a 2-re.